Itt az adathalászat legújabb sztárja, a Wishing. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Nem nyelvbotlás volt, nem phishingről, hanem wishingről van szó. Ez az új módszere az adathalászatnak. Lényegében mondhatjuk, hogy ez egy sima adathalászat, illetve arról van szó, de mégsem. Korábban már közzétett egy elemzést a Kerbs and Security blogjába Brian Kerbs, amivel felhívja a problémára a figyelmet, miszerint kiemelkedően nagy problémát okoz a távmunka, az otthon végzett munka, ami most írtán a vírushelyzet miatt kialakult. Majd ezt a helyzetet, illetve erre próbál rávilágítani, megerősíteni az FBI és a CISA, vagyis ez a kiberbiztonsági és infrastruktúra biztonsági ügynökség is, miszerint túl nagy mérték, illetve túl gyorsan szaporodott el az ilyen jellegű adathalászatoknak a száma. Hogy miről is beszélünk? A nagyfokú távmunka és a rengeteg kiforratlan VPN megoldás, a kevésbé betanított munkatársak, és az, hogy a távmunka kultúra még nem alakult ki eléggé. Nem tudatosult a biztonság szerepe ezekben a megoldásokban. Rengeteg lehetőséget biztosít a kártékony kódok terjesztésére, és főleg az adathalászatra. Ami már most jól látszik, hogy az új adathalászati módszer, a Wishing, abban mindenképpen eltér a korábbiaktól, hogy más típusú adatokra vadászik. Előrelátóbbak a mögött álló bűnözők. Nem akkora mértékben utaznak a banki adatainkra, vagy a különböző közösségi média hozzáféréseinkre, vagy egyéb ilyen adatainkra, hanem nagyobb halat akarnak kifogni. Méghozzá a VPN azonosítók, illetve a vállalati azonosítók, amire ki vannak hegyezve. A szerver hozzáférések, a hálózati belépések, a levelezési hozzáférések. Minél nagyobb társaság szervereibe, rendszerébe jutnak be ezek a wishing próbálkozások, illetve az ezzel megszerzett kódok minél nagyobb társasághoz köthetőek, annál nagyobb értékük van a fekete piacon. Az adatok megszerzéséhez általában az adott társaság új alkalmazottait veszik célba, de sokszor a kevésbé toppon levő alkalmazottakat is megcélozzák, már csak azért is, hogy egyrésztről, akik még nem ismerik az IT rendszert, illetve az IT szakértőket az adott társaságnál, azokat könnyebb megvezetni, másrésztről, akik egyébként sincsenek képbe a rendszerrel, vagy nem is akarnak képbe lenni, azokat szintén meg lehet vezetni. Ezeket a felhasználókat két módon szokták megkörnyékezni, egyik a e-mailben küldött megkeresés, a másik pedig a telefon. Magukat az adott cég IT szakemberének beállító személyek keresik meg az érintett felhasználókat, és különböző indokokkal, új felhasználók esetében rövid oktatás erejéig szokták megkeresni, vagy gyakorlati problémák megoldása, belépési problémák megoldása, javítások, stb. Címszóval keresik meg a felhasználókat, és próbálnak kicsalni belőlük adatokat, főleg a belépési adatokat. A másik módszer pedig az e-mailes, hogy azonnal meg kell változtatni a VPN belépés adatait, mert probléma van a rendszerben, vagy feltörték, vagy támadási kísérlet volt az adott társaság ellen, és véletlenül se jelentkezzen be a társaság rendszerére a most elérhető belépési azonosítóival, hanem a mellékelt linken változtassa azt meg. És ugye a szegény felhasználó belép a mellékelt linkre, ami egy jól álcázott felület, ami hasonlít a megszerezni kívánt társaság felületeire, és ott szépen beírja a régi azonosítóját, majd az új azonosítóját. És a rendszer látszólag úgy csinál, mintha sikerült volna.
Sőt, sok esetben az ilyen kísérlet mögött álló személyek ezt a változást a érintett rendszerbe valóban meg is teszik, tehát ők lépnek be azzal az azonosítóval, és igyekeznek megtenni az adatok átírását, hogy ne tűnjön fel az adott felhasználónak, de sokszor erre se veszik a fáradtságot, csak szimplán imitálják, hogy megtörtént a jelszóváltás, majd a felhasználó vakaratja a fejét, hogy mi a probléma. És addigra, mire erre megoldást találnak, addigra már visszajelnek a felhasználó név jelszó párossal, és megszerzik a szükséges adatokat. De általában a vishing által szerzett adatokat nem adatokkal nem közvetlenül élnek vissza azok az adathalászok, akik ezt megszerezték, hanem könnyebb pénz az, hogyha értékesítik ezt a fekete piacon azoknak, akiknek szüksége van az adott cég belépésére, vagy akik látnak benne valami ötletet. Így igazából nekik nem kell plusz erőt befektetni, hanem simán eladják az azonosítót, amiből megvan a maguk pénze, és majd a megvásárolt adattal azt tesz az új tulajdonosa, amit akar. Vagyis beléphet, nézelődhet, próbálhat információt szerezni, vagy szerencsével jár, vagy nem. Ez már nem a vishinget elkövető bűnözőknek a dolga. Sajnos a jelek szerint sok helyen sikerrel járnak a fekete piacon vásárolt belépési azonosítóval a bűnözők, és sok olyan információt szereznek meg, amivel az adott cégeket tudják zsarolni, vagy esetleg közvetlenül pénzt szereznek. Sőt, például a már korábbi videóban említett kínai hackerek is sokszor koreai hacker csoport is azzal élt vissza, hogy ezekkel az azonosítókat megszerezte az adott társaság levelezését, az utoljára kiállított számlákat, és azokat még egyszer elküldte avval, hogy hibásan lettek kiállítva, és hogy a következő címre utalják el az összeget, ami persze ahhoz a hacker csoporthoz kapcsolódott, így szépen bezsebelték a sok pénzt, és kiszúrtak a célzott társasággal. Mit tudunk tenni a vishinggel szembe? Hát, legyünk körültekintők. Először is mindig gyanakodjunk. Azonosítót sose adjunk meg az IT szakembereknek. Mert ezek az általán állítólagos IT szakemberek, ezek arra utaznak, míg a valós IT szakembereknek tisztában kell lenniük a mi felhasználó azonosítóinkkal, legalább a felhasználó név erejéig. De ha a jelszót is tudja, akkor majd annyit fog mondani mondjuk, hogyha az a jelszavunk, hogy 1-2-3-4 ABCD, akkor azt mondja, hogy a jelszó utolsó három karaktere a BCD. Stimmel? Igen, kész. És akkor már azonosítva van a felhasználó. Tehát erre nagyon figyeljünk, hogy soha ne adjunk meg. Töredékeket szoktak kérni csak annyi, hogy azonosítás kedvéért, de többet semmiképp se. Másik, gyanakodjunk a címekre, URL-ekre. Tehát ha például egy társaságnak az a neve, hogy társaság, mondjuk társaság Kft. És az az URL-je, hogy társaság.hu. Akkor, ha van egy linkünk, amiben az van írva, hogy társaság per akármi.hu, akkor arra ne lépjünk be. Ha nincs benne az, hogy társaság.hu per, akkor az már valami máshova vezet. Tehát legyünk körültekintőek ezekkel a linkekkel, amik meg vannak adva. És ez korábbi videóban jelzett támadások esetében is, meg a különböző levelek esetében is, amikor például a Magyar Posta nevébe küldtek is, ott például nem a posta.hu volt az URL, hanem úgy volt, hogy posta.akármi.hu például, és akkor már is vagy .com, és már is gyanús lehet az, hogy ez nem megfelelő helyre mutat. Remélem, hasznos információt osztottam meg mindenkivel. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Sziasztok!